Sziasztok, sziasztok, peace, béke mindenkinek! Gyerekek, ez a Békés Sámsont bemutató videósorozat újabb része igazából, és most a homokos gödröt, vagyis a homokbányát szeretném igazából bemutatni nektek. Hát megpróbálom majd megközelíteni, de elég érdekes a terep, úgyhogy megpróbálunk biciklivel elmenni, de lehet, hogy tolni kell. Az igen. Rallis a dolog. Rallis a történet, de elindultunk. Na és pár szót majd így mondanák is igazából így a ho-ho-ho. Az igen. Kicsit rallis. Na, hát az van, hogy nagy nehezen sikerült kibicikliznem, de addig kikapcsoltam a kamerát. Igazából. Szóval, hát ez így Komlós fele van ez a homokbánya. Aztán itt leparkoltam a biciklimmel. Van itt egy nagyon nagy kerék most itt kirakva. Itt a homokos gödörnél. Egy ilyen, hát nem is tudom minek a kereke ez igazából, de valami szántó eszköz is van benne. Na, egy pár szót szeretnék igazából hát így mondani erről a homokos gödörről. Szerintem hát igazából mégis ez a legilyen dombosabb környék itt Békés Sámsonon, nem is a kis erdő környéke, hanem inkább ez. Ahogy láthatjátok is, ott van fent a biciklim. Itt van egy nagyon nagy domb, oda akarok majd mindjárt felmenni. Jó, acélbetétesben vagyok, de elég komoly a terep. Nem tudom mennyien ismerik ezt a környéket, már olyanok, akik régebben mentek el innen. Nagyon régen voltam erre én is kint. Fel fogunk menni a legnagyobb gödörnek, vagyis gödörnek, dombnak a tetejére. Arra volt egy tó igazából. Volt olyan időszak, amikor egy egész kis tó volt ott. Na, itt vajon fel tudok-e menni? Ez nem lesz egyszerű, gyerekek. Hú, de felmegyünk. Nem a legjobb időszakban jöttem ide ki. Hú. Ahogy láthatjátok is, nem egy egyszerű a történet, de azért kitartóak vagyunk. Úgyhogy feljöttünk. Itt is van egy domb. Na, igen, itt meg akkor le. Na, szóval az van, hogy ez a legnagyobb domb itt Békés Sámsonon. Erre volt egy építmény itt a másik oldalon. Itt lőtér volt régen, legalábbis azt mondták. Meg hát biztos, hogy az is volt, mert találtunk itt is, itt a domb részen, találtunk befúródva igazából ilyen ólomgolyókat. Na de hát menjünk is fel akkor a Békés Sámsoni legnagyobb dombra. Ha már idáig kijöttem, akkor nem adjuk fel, gyerekek. Na, ez a legnagyobb magaslata Békés Sámsonnak igazából. Nem is volt ide egyszerű feljönni. Itt nem tudom, mivel mászkáltak, de olyan, mintha ilyen kocsinyom lenne igazából. Innen azért kocsival nem egyszerű szerintem lemenni, de hát próbáljuk ki gyalog. Ha már itt vagyunk, bevállalósba. Azt a betyárját. Ezt gyerekek, ne próbáljátok ki! Gyerekeknek nem ajánlott. Békés Sámson legmagasabb. Békés Sámson legmagasabb pontja. Na, még itt egy kicsit körbenézünk. Bár ez nem lesz igazából olyan nagyon hosszú videó. Egy olyan 10 percesre terveztem. Na, szuszogok rendesen. Na, tehát ilyen most így a homokos gödör, homokbánya, ki hogy nevezi. Jó régen voltam erre. Ugye ez is Békés Sámson határában van, így a Komlósi út fele. Hát nincs már meg a... hoppá, jó nagy sár van. Nincs már meg az a tó, ami itt volt régebben,
pár évvel ezelőtt, hát azért jó pár évvel ezelőtt, még ugye orgászni is jártunk ide ki, itt volt egy ilyen mélyedés igazából, és volt, hogy kijöttünk ide úszni is, meg horgáztunk is, voltak így kárászokat, itt a helybéliek telepítettek be ide kárászokat, ilyen kisebb kárászokat, meg nagyobb kárászokat is, és lehetett itt horgászni. Úgyhogy elsősorban ez Békés Sámsoniaknak készül ez a Tiszta Sár vagyok, ez a videó, és elsősorban hát olyan embereknek, akik hát nem tudják így megnézni Sámsont, mert már évek óta elköltöztek innen. Én úgy gondoltam, hogy bemutatom most a környéket, hogy hogy néz ki. Szóval most ilyesmi a homokgödör, vagy homokbánya, vagy homokos gödör, mink úgy hívtuk, hogy homokos gödör. Na és ugye itt volt a tó, ezen a részen itt. Na, de még egy kicsit nézzünk szét. A biciklimet azért nem akarom nagyon elhagyni, mert már elég messzire van. Na, itt is van egy ilyen nagy gödör. Megjöttünk ide, ugye még fiatalok voltunk, itt lövöldöztünk légpuskával. Itt rengeteget strandoltunk. Voltak ilyen, hát ilyen kisebb medencék, és de ott van is egy, amiben van víz. Voltak ilyen kisebb medencék, és akkor, mikor jó idő volt nyáron, volt, hogy éjszaka is lejöttünk ide fürödni. Na, ahogy látom, megint van egy tórész. Ez messziről nem is látszódott, de majd most megmutatom nektek. Ezt nem is tudtam, hogy van itt hátul, mert ugye ezen a részen volt egy sokkal nagyobb tórész. Most egy ilyen kisebb tó azért van itt is. Ezt igazából szerintem több sámsoni nem tudja, hogy ez van, mert én se tudtam igazából, de most is van itt egy ilyen kisebb tó rész. Ilyen kis mini tó. De tök jó, ez a tó. Úgyhogy ilyen dolgok is megtalálhatók itt Békés Sámsonon. Na, szerintem ennyi lett volna ez a rövid kis videó. Ha tetszenek ezek a videók, akkor lájkoljátok, és akkor még több ilyen Sámson, Békés Sámson és Békés Sámson környéki videót fogok készíteni. Ennyi lett volna, mindenkit üdvözlök, sziasztok, peace!